A kiállítás a korabeli dokumentumok digitális másolatait tárja a nézők elé. A tablók egy része időrendi sorrendben tárgyalja a magyar történelmet, Szent Istvántól kezdve egészen a rendszerváltozásig. A témák között szerepel a középkor, reformáció, az oszmán hódítás és annak későbbi hatása, illetve a felvilágosodás, valamint az ország szerepe Európa újraegyesítésében. Középkortól kezdve gyakorlatilag az uniós csatlakozásig, illetve az utána következő időkről van szó. Részben egy kronológiai sorozatot látunk, részben pedig tematikai tablókat is láthatunk. Az ország török utáni betelepülésétől kezdve, különféle gazdasági folyamatokon át, a technikai fejlődést is illusztrálják ezek a tablók, és a kiállításon kívül az érdeklődők még megnézhetik az adatbázisainkat, a családtörténeti kurzuson vehetnek részt, a levéltár történetét is nyomon követhetik egy PowerPoint segítségével, illetve úgynevezett raktártúrákat is szervezünk. A tárlatvezetéssel kísért kiállítás 20 installációból áll, melyekhez minden helyszínen 3 új elem társul. Ezeket a bemutatónak otthont adó vármegye dolgozói adják hozzá, gazdagítva a központi törzsanyagot. Az egyik az a reformkori Zala vármegyének a Balatonja, röviden összefoglalva, és a gőzhajózásnak a kezdeti időszaka, ami egy nagyon érdekes bepillantást nyújt a Balatonnak a gazdasági célú hasznosításán kívüli felfedezésére. A másik tablónk az Alavár megyének a sok nemzetiségű voltára vonatkozik. Ugye régen 3 mai ország területén feküdt az Alavár megye, Horvátország, Szlovénia és a mai Magyarország, illetve Veszprém vármegye jelentős része is az Alához tartozott. A harmadik tabló Mindszenti József herceg primás életét és a vármegye székelyhez fűződő kapcsolatát mutatja be. Az érdeklődők a vándorkiállítást október 21-én és 22-én még megtekinthetik a levéltárban.